Kocsis Albert emlékestet, emlékkoncertet szervez a Hatvani Ady Endre Könyvtár és a Radko József Közművelődési Egyesület. A Liszt díjas hegedűművész 16 éve bekövetkezett halála óta szinte minden évben tisztelegtek emléke előtt. Kocsis Albert idén lenne 80 éves. Most, amikor születésének 80. évfordulójához érkezünk, úgy érezzük, hogy egy kicsit kiemelkedőbb eseményé kell emelnünk az előtte való tisztelgést. Május 10-én délután 5 órakor a belvárosi temetőben Kocsis Albert sírjának megkoszorúzásával kezdődik a megemlékezés, majd 6 órától a Városi Könyvtárban koncerttel folytatódik. Juhász előd jön el méltatni, Szinyei András alpolgármester úr mond bevezető köszöntő gondolatokat, Kocsis Albert özvegye Ildikó fog hárfázni, Kis Zoltán, Olá Zoltán művésztanárok működnek közre, ugyancsak a jeles kollégájuk Juhász Flórián segítségével, aki majd zongorázik. Az est programját gazdagítja még Köles József egy verssel, és a Grassalkovics Antal ének együttes Molnár Tamás karnagy vezetésével. Kocsis István szerint a hegedűművész hatalmas kitartásával, akaraterejével még ma is példát mutat a fiatalok előtt. Azt a nagy elszánást, amit ő gyerekkorától érzett magában, a hangszeres muzsika, jelesül a hegedű, tökéletes, mármint a hegedű fortéjainak tökéletes elsajátítása érdekében. Kocsis Albert élete során gyakran hivatkozott a 60-ban lévő felnevelő gyökrekre, amelyek élete végéig tarisznyájában maradtak.